akartam lelkipásztor lenni, valamit akartam adni az embereknek, valamit segíteni akartam, vagy, és igazából a színház is ez. Olyan életekből jössz, amikor rengeteget dolgoztál, talán túl sokat dolgoztál. Ez megmaradt. Igen. Így föltette a kezét, és én éreztem, hogy megcsap egy ilyen hőhullám. Az El Camino-n szórakoztam ezzel, hogy gondoltam valamire, és akkor egyből jelentkezett fizikai formában a tünet. A legszörnyűbb mondat szerintem, amikor az a mondat, hogy mindenki pótolható. És ez így, ahogy van, nem igaz. Senki nem pótolható. Peller Marian vagyok. Mindig is érdekelt, vajon mi rejlik a látható fizikai világon túl. Mert hiszem, hogy a csodák körülvesznek bennünket, és hogy a legnagyobb nehézségek leküzdésével tanuljuk a legtöbbet. Létezik egy olyan világ, amiről valamiért még csak suttogva merünk beszélni. Lelkünkben őrizzük legmélyebb titkainkat, melyeket nem tudnánk épésszel megmagyarázni, ezért inkább úgy teszünk, mintha meg sem történtek volna. Mostanáig. Mindenki másban vagy máshogyan hisz. Van, aki szellemet látott, van, aki angyalokkal beszélget, de van, aki minden nap imádkozik, mert úgy hiszi, segítséget kaphat. Minden műsorban egy ismert ember enged betekintést lelkének legféltettebb titkaiba. Beszélgetünk hitről, misztikumról és megmagyarázhatatlannak tűnő élményekről. Majd a beszélgetés egy pontján csatlakozik hozzánk egy avatott szakember, aki a szellem és lélek világában segít eligazodni, láthatatlan iránytűt adva az alany kezébe. Nagy Sándor színművészt régről ismerem, így nagy örömöt okozott mindkettőnknek, hogy létrejött ez a beszélgetés. Sanyi rengeteget olvas spirituális témában, érzi a szíve legmélyén, hogy dolga van ezzel. Én pedig biztos vagyok benne, hogy jó úton halad, az igazi önmaga felé. Szia, Sanyi! Szia! Jó, szia! Úgy örülök, hogy eljöttél. Én is nagyon köszönöm, hogy meghívtál. Én tudom rólad, hogy te sokat foglalkozol a lelkeddel, meg Istennel és a spiritualitással, és nálad ez egyáltalán nem elcsépelt dolog. Hogy kezdődött ez? Ez úgy kezdődött, hogy igazából engem ugye falunk Fényeslitkén nőttem föl, és hát mint istenhit, vagy mint vallás, bár ezt a szót nem nagyon szeretem, ez ott indult, hogy nagymamám tanított imádkozni, hogy lefekvéskor mit kell mondani, és nem tudom, de valahogy én mindig gyerekkorom óta éreztem, hogy valaki van, aki ezt az egészet úgy kitalálta, meg létrehoztam, meg az, hogy én miért vagyok itt, ki vagyok én, meg nem tudom, és múltkor eszembe jutott egy gondolat, hogy már 6 éves lehettem, és emlékszem, hogy így nagymamámmal elmormoltuk a mi atyánkat, és aztán így az az érzésem támadt, és tök furi, már 6 évesen az ember még akkor kezdi el megtalálni, így, vagy akkor indul el valamilyen szinten, hogy fölfogja, hogy most mi is történik, hogy azt éreztem, hogy én a szó nemes értelmében más vagyok, mint a többiek, akik körülvesznek, gyerekek, vagy fiatalok, vagy nem tudom. Mert úgy érezted, vagy láttad, érezted, hogy ők nem ezzel foglalkoznak, nem gondolkodnak ilyesmi. Más lesz az utam, mint általában azoknak, akikkel együtt nőttem föl. És más is lett az utat, ugye? És hát alapvetően más lett, igen. De ez fizikailag is más út, nem csak lelkileg más út. Hát gyakorlatilag eljöttél Budapestre, híres színész lettél, színházban játszol. Igen, hál' Istennek, igen. Mármint nem a híres része, hál' Istennek, hanem az, hogy játszom sokat. Hogy ez sikerült. Olyan, azt gondolom, hogy azoknak, akik színpadon állnak, van küldetésük, hogy van feladatuk, valami közvetítői szerepük van. Te ezt érzed? Érzed, hogy a színpad egy különleges helyszín? Én nagyon érzem, mindig azt szoktam mondani, hogy kicsit olyan ez nekem, mint a prána nadiba, hogy az ember, ugye kinyitják a koronacsakrádat, és akkor nem a saját energiádat használod föl, hogyha gyógyítani akarsz, hanem kapod fölülről. És kicsit ezt érzem a színházzal kapcsolatban is, hogy az ember mint eszköz közvetít valamilyen energiát, vagy gondolatokat, vagy egy élethelyzetet, egy karaktert, egy sztorit, amiben, hogyha hiteles vagy, és megtörténik veled az, amit csinálsz, akkor a nézőt megérinted, ha akarja, ha nem. Minden előadás előtt régen imádkoztam, most már hálát adok a takarásban, mindig ott elmormolom a saját kis hálámat. Miért változtattál? Mert sokat olvastam erről, hogy a hálának még nagyobb teremtő ereje van, mint a könyörgésnek. Nem mindig, tehát nem azt mondom, hogy reggel 8-tól én éjfélig hálás vagyok mindenért, vagy hálálkodom, igen, vagy nem mondom azt, hogy én nem látom néha sötéten a dolgokat, de nagyon igyekszem, megpróbálok nagyon a tudatosság felé elmenni. Most például nemrég arra jöttem rá, hogy az ember
hogy mi az alapállapotod. Tehát, hogy például mondjuk valaki fölhív, és elhív, nem tudom. Tehát mondjuk fölhívtál, hogy jöjjek el, és mondjuk azt mondtam, hogy én ekkor meg ekkor kora reggel, utána valószínűleg duplázni fogok, úgyhogy inkább jobb lenne aludni. És lehet, hogy nem ezt mondtam volna, hanem azt mondtam, hogy figyelj, én már megyek egy másik forgatásra, és nem tudom. Tehát, hogy ezek az apró fülentések úgy beépültek az életembe, azért, mert nem akartam konfrontálódni, nem akartam. És hogy most rájöttem arra, hogy ezeket elhagyom, az összeset. És inkább legyen az, hogy azt mondom, hogy figyelj, az van, hogy fáradt leszek, nem fogok tudni jönni. Tehát, hogyha... Ez egy nagyon fontos lépés. Igen, meg például ez a például az embernek ugye beszélnek, hogy a hűségről, vagy a hűtlenség, ez most nagyon megint fölkapott téma lett, vagyis hát egy örök téma, igen. És akkor ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy alapvetően ugye, ha minden belülünk indul ki, akkor hogyha mondjuk én, ugye ezek a füllentések is, hogyha én hazudok, akkor a hazugság az alapállapotom. És ha belőlem indul ki minden, akkor valószínűleg ezeket is kapom vissza. És hogyha mondjuk nem vagyok hű magamhoz, tehát a megérzések, a saját gondolataim, saját érzéseim, nem állok ki mellette, vagy azt mondom, hogy jaj, nem mondom neked, mert nem akarlak megbántani, úgyhogy inkább belemegyek abba, hogy akkor a hűtlenség lesz az alapállapotom, mert magamhoz vagyok hűtlen. Érted? Tehát, tökéletesen értem, nagyon logikus és nagyon tehát, jó gondolatmenet. Most ezeket próbálom így lefejtegetni, hogy fölvállalni azt, hogy én ezt meg ezt gondolom, itt és itt tartok az életemben, ennyi évesen, és ha nem tetszik, azzal sincsen baj, csak nem fogok mást mondani, mint amit érzek, meg gondolok. Ha már ennyit említed a megérzéseket, meg az érzéseket, azok is működnek? Hát sajnos nagyon igen. Miért sajnos? Azért, mert nagyon... Tehát, hogy nagyon könnyen meg tudom győzni magam. Tehát ugye külön tudom már választani azt, hogy van az ész meg a szív. És ugye van ez a mondás, hogy ha a szívemre hallgatok, ezt meg ezt csinálom, de az eszemre hallgattam és ezt csináltam, és szerintem ez pont fordítva működik. Tehát, hogyha az ember egy jó döntést hoz, az soha nem az eszéből hozza meg. Hanem a szívéből hozza meg, mert azt mondja, hogy ez a... Tehát például, mit tudom, egy párkapcsolatban benne valami, vagy nem maradni benne, mondjuk kiszállsz belőle, mert érzed azt, hogy így, akkor azt mondod, hogy hát a szívemre hallgatok, még benne maradtam volna, de... És pont, hogy a szívedre hallgattál, és azért jöttél ki. Az eszed az, ami... Ezt is olvastam, és nagyon megfogott ez a gondolat, hogy az ész az csak struktúrában tud gondolkodni, keretek között, kockában. És az ego ugye ehhez kapcsolódik, és az meg azt mondja, hogy ne szórakozz, már Indiában meg éheznek, te meg itt jössz ezekkel a kis csiri-csári problémáiddal. De ülj a fenekeden, és jó lesz ez így neked. És igazából rájöttem az életembe egy csomószor, nem az volt a kérdés, hogy jól vagy rosszul döntöttem-e, bár én ebből az irányból közelítettem meg, hanem inkább nem döntöttem. Amikor inkább, mert nem akarod vállalni a felelősséget. Ez a gyávaság, ezt így hívják. Igen. De ezzel sokan vagyunk. Az Osó meg azt írja, hogy a gyáva emberekre azért van szükség, mert belőlük lesznek majd a hősök. És ezzel is egyetértek, és például én most azt is, nem azt mondom, hogy megfogadtam, mert ebben nem hiszek, megfogalmaztam magamnak, hogy minden dolog, amitől úgy érzem, hogy tartok, vagy félek, vagy azt mondom, hogy jaj, ezt ne, abba bele fogok állni. Tehát mondjuk azt mondom, hogy jaj, esik az eső, nem megyek ki, mert nehogy megfázok, akkor egy órát fogok állni az esőbe. Csak azért is, hogy ne féljek ettől. Prána Nadit is említetted. Te foglalkoztál ezzel? Igen, az egyes tanfolyamot megcsináltam. Hogyha csak az egyes, miért nem léptél tovább? Képzeld el, hogy azért, mert a gyerekkoromban nekünk van egy nagyon jó családi természetgyógyász barátunk, és ők jártak nálunk otthon falun sokszor, és ugye ők bioenergiával gyógyítottak, nagyon durva dolgokat tudtak csinálni, tehát hogy így mondjuk így föltette a kezét, és én éreztem, hogy megcsap egy ilyen hőhullám, tudod, tehát hogy ilyen nagyon komolyan tudták az energiát strukturálni, meg fókuszálni. És igazából ez nekem már gyerekkoromban, nekem is volt ilyen. Akkor biztos, hogy van is. Biztos, hogy van is. És aztán kicsit azt éreztem, hogy ugye mondják, hogy meg 2-es fokozat, meg 8-as, igen, meg 16-os, és akkor már gondolattal operálsz úgy, hogy te itt vagy, és Amerikában megoperálod az energiát. És most úgy érzem, hogy kicsit ebben nem hiszel. Tudod, ez a legyen neked a te hited szerint. Tehát, hogyha azt mondják neked, hogy majd ha a 10-est eléred, akkor fogsz tudni olyanokat csinálni, akkor lehet, hogy tudnád most is, csak... Elhitted, hogy csak a 10-es után tudod megcsinálni. Érted? Tehát egy picit igen, azt érzem, hogy úgy ez korlátoz. A helyet, hogy azt mondják, hogy figyelj, képes vagy rá, és mindenki az.
és csak azt kell csinálni, és úgy kell, és néha meditál, és gondolkoz, és van ennek egy módszere, és akkor ezt... Neked volt ilyen élmény? Jézus se csinált meg egy 10 állomásos pránanadi tanfolyamot. Tehát, és nem ellenük beszélek, félreértés ne essék. Jó, de ő Jézus Krisztus. Én azt értem, de hát ő is ember volt. Én ezen azt érzem, hogy ezen nagyon sokat, tehát hogy miért érzem azt, hogy ezen dolgozni kell, mert hogy amit mondanak az igazán az okoskönyvek vagy a hozzáértők, hogy ezt hagyni kéne, hogy működjön, hogy ez megtörténjen is. Hogy... Hát mert nem olyan világban élünk szerintem. A neveltetés, a konvenciók, a társadalom, a megfelelési kényszer, ugye nagyon, nagyon sikerorientált lett az egész világ, és most már ugye itthon is az van, hogy állnak a helyedre 100-an, és el akarják hitetni veled, hogy pótolható vagy. Mm. Tehát a legszörnyűbb mondat szerintem, amikor az a mondat, hogy mindenki pótolható. És ez így, ahogy van, nem igaz. Senki nem pótolható. Csak akkor, hogyha elhiszed, hogy az vagy. És itt van ez, megint ez a legyen neked a te hited szerint. Hogy tök érdekes, hogy miben hiszel. A betegségben hiszel? Akkor az leszel. Uh-huh. Vagy a szegénységben hiszel, hogy szerinted te szegény vagy? Uh-huh. Akkor van egy szegénységtudatod? Uh-huh. Akkor te szegény leszel. Lehet, hogy pillanatokra addig dolgozol, míg lesz sok pénzed, de a közben is attól rettegsz, hogy mi lesz, hogyha ez elmúlik. Hogy érzed, hogy ezt a tudatosságot, mert elképesztő, hogy beszélsz, nagyon-nagyon sok, azt érzem, hogy nagyon sok tudásra emlékeztetted magad azáltal, hogy elolvastad a könyveket, hogyha abban hát hiszünk, hogy sokszor élünk. Most vagyok abban a fázisban, hogy most már nem csak beszélni szeretnék róla, hanem azt is tenni, amit... Ezt akartam kérdezni, mi a következő lépés? Szerintem ez. Nem gondolom azt, hogy egyébként csak beszéltem eddig a levegőbe is, semmit nem csináltam úgy, de van néhány dolog, ami biztos, hogy most már át kell, hogy forduljon a cselekvőbe. Sanyi, volt neked olyan élményed, hogy beleláttál előző életbe? Nem, sajnos nem. Szeretnél ilyet? Hát, engem minden érdekel, szóval, hogy ilyen, még a nadis időszakban voltam ilyen utaztatáson. Aztán úgy nem nagyon tudtam, hogy most az, amit én láttam, vagy az, amit én úgy ahová elképzeltem magam, az most én ezt csak úgy elképzeltem, vagy ez tényleg valamilyen utazás volt valahonnan, valahova. De ez ilyen? Ez lehet. Ilyen. Én végig szkeptikus voltam, amikor bepillantást nyertem egy-két előző életbe. Mit láttál? Fú, nem is tudom, valami hegyen voltam fönn, és valami ilyen fából épített kunyhóban. Nem tudom, nem nagyon emlékszem már rá, de hát mindegy, érdekes volt. Nem nagyon tudtam eldönteni, hogy ez most mi, hogy most... Remete? Valami magányos? Olyasmi, de... Tessék? Magányos voltál? Nem, volt feleségem. Volt feleséged. Volt feleségem, igen, és hogy nem voltunk jó viszonyban, vagy valami ilyesmi, nem tudom pontosan. Nem baj, akkor biztos nem volt még ott az ideje, hogy nagyon megérdezt. Lehet, igen. Majd egyszer talán. Igen. De akkor abban hiszel, hogy többször élünk. Hát ezt is most nemrég olvastam, hogy egy életünk van, de az nagyon hosszú. És több fejezete van. És annyit akartál pap lenni, nem? Akartam lelkipásztor lenni. Valamit akartam adni az embereknek, valamit segíteni akartam. Vagy. És igazából a színház is ez. Uh-huh. És valafetően egy iszonyatosan nagy csoda. Tehát minden előadáson rá tudok csodálkozni, pedig 10-20 éve csinálom ezt az egész. Jó, hát annyira régóta azért nem, de... Hogy mekkora áldás, és mekkora ajándék van, és mekkora felelősség van a kezünkben. Uh-huh. Mégiscsak segítesz. Tehát beteljesíted ilyen tekintetben. Abszolút. Csak egészen máshogy. És így is állok az egész szakmához, hogy ez egy segítség. Veled előfordult olyan, hogy mélyponton segítségért folyamodtál valahova, valakihez? Természetesen. Jártam én már pszichológusnál is, vagy olyan lelki emberrel beszéltem, aki megértette azt, amit. Hál' Istennek vannak csodálatos barátaim, akikkel meg tudom osztani a dolgaimat. Nem mondom, hogy túl férfiak, de jósnál vagy asztrológusnál voltál már? Szerintem jósnál is voltam, ezt nem tudom megmondani, hogy mikor. Hagyott benned... Akartam menni, nem tudom, akartam ezzel gondolkodom, hogy voltam én. Hagyott benned bármilyen nyomot? Ezek szerint nem volt mély, tehát mondott olyat, ami valóra vált? Szerintem igen. Úgy vagyok ezzel, hogy szokták mondani, ez az önbeteljesítő uh-huh. jóslat. Hogy ugye azt szokták mondani, hogy az a jó szakember, aki nem azt mondja, hogy ezt meg ezt csináld, ezt meg ne csináld, hanem csak mutat egy irányt, mondjuk, mint egy pszichológus. Uh-huh. Hogy mutat egy irányt, hogy most ott tartasz ahol, és a kivezető út meg mondjuk arra van. Uh-huh. Mert ez a jóslás, és ez nem vagy. A jövendő mondás egyébként. Igen, mert amúgy befolyásolva vagy, tehát hogy azt mondom, hogy ne gondolj a sárga elefántra, nem tudsz, nem a sárga csak elefántra. Csak arra gondolok. Érted, és szerintem ez is így működik, mint az igen. ember pszichéje, hogy egy idő után azt mondta, hogy és lehet, hogy pont azzal, hogy mantrázod ezt magadba, azzal fogod elérni pont azt, amit nem akartál. Tehát, hogy
Azért ezzel én óvatos vagyok. Sanyi eddigi élete során még nem járt védikus asztrológusnál, ezért nyitottan és kíváncsian várta, mit olvas ki a születési képletéből Gyurkó Katalin. Sándor azt mondta, hogy még nem volt asztrológus. Így is van. És hát a védikus asztrológiában nézem a horoszkópodat, ami a születési idő és a születési hely alapján készül el, és neked skorpió asszenensed van. És ez azért izgalmas, mert ugye hogy a Mariannal, ahogy lapozgatjuk az emlékeinket, a legtöbb vendégnek van egy nagyon erős skorpió érdekeltsége. És mit jelent a skorpió? Egy skorpió addig nem leli meg a nyugalmát, amíg nem kezd el valamilyen módon befelé haladni. Tehát önismerettel, pszichológiával, spirituális dolgokkal, tehát valami belső és szellemi dologgal, vagy lelki dologgal foglalkozni. És a te horoszkópod arról beszél nekem, hogy a skorpió asszenenseden kívül hozol egy nagyon erős tehetséget avval kapcsolatban, hogy az előző életeidben, mert ez is vélelme az asztrológiának, az előző életeidben nagyon megtanultál dolgozni. Tehát dolgozni, egzisztenciát teremteni, megélni, megvalósítani az ambícióidat, azt nagyon tudsz. De ebben az életedben, amit meg kell tanulnod, az érezni. Tehát hogyan tudsz szeretni, hogyan tudod az érzelmeidet kifejezni, és nem csak a színpadon, hanem a magánéletedben, a családodban, a partneroddal, a leendő gyerekeddel kapcsolatban, hogyan tudod az érzelmeidet megélni. Egyrészt nagyon parttalanul tudnak áradni az érzelmeid, másrészt pedig nagyon szereted őket racionalizálni. Nehezen tudsz határokat szabni, tehát sokszor mondasz igent olyan helyzetben is, amikor egyébként tudván tudod, hogy nemet kellett volna mondani. Ezért van egy olyan irány, hogy racionalizáld ezeket az érzelmeket. Megmagyarázom magamnak, az miért lesz nekem jó. De ez igaz? Persze. Most már annyira nem egyébként. Tökéletes, hogy az elmúlt pár évben azért értek olyan hatások, hogy így elkezdtem tudni nemet mondani. Tehát, hogy most már, ha ez nagyon érdekes, mert az El Camino-n szórakoztam ezzel, hogy gondoltam valamire, és akkor egyből jelentkezett fizikai formában a tünet. Tehát, hogy így elkezdtem röhögni, vagy gondoltam valakire valamire, és akkor elkezdett fájni hasam, de rögtön. És akkor ezzel játszottam, hogy akkor most arra gondolok, hogy, és akkor elkezdtem sírni. Tehát, hogy mivel ingerszegény volt a környezet, nem volt, csak én voltam. És gyakorlatilag, mintha átvetted volna annak a rezgését, akire gondoltál. Rögtön, meg hozta az emlékeket, meg hozta mindent, tehát hogy így, hogy az például egy nagy tanúság volt arra, hogy most is oda figyeljek erre. De már az El Camino is, hogy megjárted az El Camino-t, hogy elmentél. Nem jártad végig? De 300 kilométert mentem két hét alatt. És gyalogoltál végig. És magadba voltál. És zseniális volt. Igen. Zseniális. Ezzel gyakorlatilag. Receptre íratnám föl egyébként. Igen, azt gondolom, mert de Katébe van igazság, mindenkinek kéne menni, nem kéne mindenkinek menni. Nem kéne mindenkinek. Azért a Sándor horoszkópjában nagyon benne van egyrészt a küzdés, másrészt a teljesítmény. Tehát te soha nem könnyíted meg a saját dolgodat. Ez most miért van? De így van. Azt nem tudom, hogy ez mit jelent, hogy nem könnyíted meg a saját dolgodat. Azt, hogy hajlamos vagy a nehezebb megoldásokat választani. Tehát nem a könnyebb, nem a hajlékonyabb, nem az olyan utat választod, ahol nincsenek akadályok, hanem berántod magad elé, hogy na még ezt is megpróbálom. De ez tudatos vagy nem? Olyan életekből jössz, amikor rengeteget dolgoztál, talán túl sokat dolgoztál. ez megmaradt. Igen. Igen. Szóval ez a te energiád, hogy nagyon tudsz dolgozni, nagyon bele tudod tenni magadat a dolgokba, nagyon teljesítménycentrikus vagy, nagyon szereted kontrollálni a dolgokat, de azt gondolom, hogy veled nagyon jó lehet együttműködni. Nagyon jó munkaerő vagy, vagy nagyon jó kollega vagy. Megbízható. Igen, lehet rá számítani. Tehát ezt hozod magaddal ezt a dolgot, nem igazán tudsz leállni, tehát nem tudsz befékezni. Megszoktad, hogy mindig küzdesz. Az igásló. Effektus. Az ideális az lenne, hogy fele ennyit, dupla ennyiért. Egyetértek. De egyébként igen, tehát hogy a hosszú távú tervem azért az, hogy fele ennyit kelljen. Csak azért, hogy ugye a Pásztor Anna után szabadon, kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Tehát, hogy én a Léner Péter mondta ezt a főiskolán, és nagyon-nagyon szerettem érte, hogy tanuljátok meg, a színház fontos,
nagyon fontos, sőt, tovább megyek, nagyon-nagyon fontos. Na, annyira azért mégse. És azt kell mondjam, hogy igazából én ezzel mélyen egyetértek. Én nagyon szeretem a színházat, bár nem ezt akartam soha csinálni, de tudom, hogy ez az utam, ez a helyem, ezzel tudok a legtöbbet hozzátenni ez az egészhez, de annyira azért mégse, tehát hogy belehalni viszont nem kell. Van a horoszkópodban egy ilyen jelzés, hogy azt gondolom, hogy nem vagy egy nagyon jó alvó, valószínűleg elég sokat álmodsz, és hogy van a tudatalattidban elég sok félelem. Nagyon jó alvó vagyok egyébként. Jó alvó vagy? Igen, nagyon. És álmodsz? Sokat álmodsz? Nagyon ritkán emlékszem. Tehát valószínűleg mindig álmodom, csak néha foszlányok így beugranak, de alapvetően amikor az egészre emlékszem, az nagyon ritka. Meg akarod elmondani, mit álmodtál? Megfojtottam az egyik legjobb barátomat, a Feke Palit, ezt elmondtam most, és nem is értem, hogy ez most ez hogy jött, és olyan, nagyon rosszul éreztem magam. De az a durva, hogy erre emlékszik, ugye azt mondja, emlékszik. Igen. Erre emlékeztem, igen. Úgyhogy majd bocsánatot kérek tőle. Szegény. Meg a Leilától is. Szóval, hogy a félelmek, hát azok vannak, de közben van egy ilyen, gyorsan elmondom, van egy ilyen történet, hogy az egyik barát mesél a másiknak, hogy képzeld, minden éjjel azt álmodom, hogy üldöznek az erdőben, valaki rohan utálom, és mind csapzottan ébredek, és tajtékokba, és mondja, hogy de tudod, hogy álmodsz, és tudom közben, csak annyira reális, hogy nem egyszerűen rettegek, és már minden. És mondja, figyelj, hogy így tudod, hogy álmodsz, akkor egyszer, ha leszel elég bátor, és megint ezt álmodod, állj meg, és kérdezd meg, hogy mit akar. És akkor jön a következő, eszébe jut, hogy a barátja, és rohan, és azt mondja, hogy zokog, és mondja, jó, akkor nem bírom tovább, állj, mit akarsz? Ne haragudj, nincs egy cigéd? Ez borzalmas. Szóval ez a mitől is félünk tulajdonképpen. Igen. És valahogy próbálok ellene menni most már. Tehát, hogyha bármivel kapcsolatban van egy félelemérzetem, akkor nem az van, hogy jaj, ne, ezt nem akarom, hanem azt mondom, hogy jó, akkor tessék, akkor itt vagyok. És egyébként valahogy jobban kerülök ki az ilyen helyzetekből, meg olyan felszabadító érzés, hogy nem elfutottam egy dolog elől, hanem belementem. Hát igen, ez egy olyan horoszkóp, amivel te mindig mindent és mindenkit, minden folyamatot, minden funkciódat, vagy minden megnyilvánulásodat szeretnéd kontrollálni. Szeretnéd az uralmad alatt tartani. És én kívánom neked, hogy ez sikerüljön. Az jó, hogyha ezt teszem. Hát neked ez egy erős indítatásod, ebben látod a védelmedet, vagy ebben látsz egy olyan megoldást, hogy akkor te biztonságban vagy, hogyha mindent te irányítasz, vagy megértesz. Engem érdekel, hogy mi az, ami mostanában mocorog körülötted, tehát milyen energiák vannak körülötted, mi várható ebben az időszakban, amiben most van? Ami izgalmas lehet számodra, azt gondolom, hogy így ingatlannal kapcsolatban lehet valamilyen mozgolódás, költözés, felújítás. Az van, felújítás az van. Tényleg? Igen. Tehát ezek erősen működnek. De hogy azt gondolom, hogy az a részed, ami nagyon szeretne tetszeni, megfelelni, sikereket elérni, ami nem mond azt, hogy mindenkinek fontos, mert nem mindenkinek fontos, de neked extra fontos, vagy az a részed, ami ezzel párhuzamos, hogy fontos neked, hogy sokan szeressenek, hogy olyan kapcsolataid legyenek, bármiféle partnerség, amely téged támogat, vagy amikből te segítséghez nyúlhatsz, ezek bővülhetnek, ezek erősödhetnek. Uh-huh. Tehát a kapcsolatiság, partnerség, minden vonatkozásban az egy abszolút harmonikus időszakban van. Ennek az évnek szinte a teljes egészében, október végéig. Nagyon jól éreztem magam, nagyon szeretek ilyen témákról beszélgetni, veled meg különösen. Úgyhogy köszönöm, hogy itt láttam. Ez a beszélgetés sok új tanulsággal szolgált számomra, de a következő gondolatmenet maradt meg bennem a legmélyebben. Itt az ideje az apró füllentéseket, vagy a nagy hazugságokat elhagyni. Mert ha valaki sokszor nem azt mondja, amit valójában gondol, az saját magához lesz hűtlen, azzal, hogy nem vállalja az igazi véleményét, és vele önmagát.